Bátaszék főutcáján gőzerővel zajlanak az építési munkálatok. Felújítják ugyanis az egyik gyermekorvosi rendelő és a védőnői szolgálat előtti járdát a Budai úton. Közel 260 folyóméterben új járda épül. A régi járda már több helyen balesetveszélyes volt, és ennek a járdának a felbontását követően egy új térkőburkolatú járdát fog építeni a kivitelező. A 25 millió forintos beruházást részben önkormányzati, részben pályázati forrásból valósítják meg. Ez a járda már a 60-as években elkészült. Nyilván a karbantartási munkákat, amik szükségesek voltak, ugye azokat elvégeztette az önkormányzat, viszont a teljes felújítása csak külső forrás pályázati pénz bevonásával volt lehetséges. A pályázati forrás a belügyminisztérium biztosította az önkormányzat részére. Bozsolik Róbert a település polgármestere azt mondja, a bátaszékiek régi vágya válik ezzel valóra. Igyekszünk az elmúlt évek során elkészített felújítási terv alapján a városnak a járdáit, útszakaszait megfelelő állapotban tartani, és hát egyértelműen látszott, hogy az egyik legkritikusabb állapotban lévő járdaszakasz az a város főutcáján lévő szakasz, aminek a felújítása zajlik jelen pillanatban. Hát csak azért is, mert ugye egy orvosi rendelőt, egy gyerekorvosi rendelőt, egy védőnőszolgálatot is közelít meg, és hát már a kismamák is jelezték, hogy hát igen nehéz babakocsival közlekedni ezen a szakaszon. Éltünk is a lehetőséggel, és benyújtottuk a pályázatot, és hála jó Istennek kedvező elbírálásba részesültünk. Emellett igyekszünk a város egyéb járdaszakaszait is felújítani. Erre úgy tudunk lehetőséget biztosítani, hogy elindítottunk 2015-ben egy olyan lakossági járdaépítési programot, melyben mintegy éves szinten egy 1,5 millió forintos keretösszeget biztosítunk anyagköltségre, és kérjük a város lakosságát, hogy a munkaerejével hozzájárulva azokat a kritikus járdaszakaszokat próbáljuk közösen felújítani, amelyek a közlekedést szolgálják. Közutak állapotát is folyamatosan próbáljuk rendben tartani. Ez patkaszakaszoknak a felújításával történik. Évente két alkalommal kátyúzzuk az útjainkat, illetve hát voltak olyan útszakaszok, ahol teljes rekonstrukciót kellett végrehajtani. Az elmúlt években Lajvér utcában volt egy komoly rekonstrukció, Baros utcában volt egy komoly rekonstrukció, és ugye most benyújtottunk egy pályázatot, hogy Köves település rész bekötő útját is megpróbáljuk felújítani. A lehetőségeinkhez mérten igyekszünk azokat az állapotokat fenntartani, hogy a baleset veszélyt mindenhol elhárítsuk, és lehetőség szerint olyan minőségű járda, illetve útszakaszokat alakítsunk ki, ami egy 21. századi kisvárosban a közlekedés feltételeihez feltétlen szükségesek. Többfajta forrást vesznek ezekhez a munkálatokhoz igénybe. Két forrásból tudunk gazdálkodni. Alapvetően a kisebb beruházások azok önkormányzati saját forrásból zajlanak, értem én például a lakossági járdaprogramot, a patkázásokat, kátyúzásokat, de a nagyobb volumenű beruházásokhoz igyekszünk pályázati forrásokat igénybe venni. Sajnos mi nem férünk be többek között mondjuk a Magyar Falu programba, a település nagyságából adódóan, így nekünk egyelőre egyetlen egy lehetőségünk van, a belügyminisztérium pályázatának az igénybevétele. Reméljük, hogy ez a 2021-es pályázatunk is sikeres tud lenni, hiszen az a korábban említett útszakasz, ez egy tömegközlekedési útvonal is, tehát a járatos buszközlekedést is így tudjuk csak biztonságosan fenntartani. A város vezetése bízik benne, hogy a Kövesdi bekötő út felújítására benyújtott pályázatuk pozitív elbírálásban részesül majd. Így elegendő forrásuk lesz a beruházás lebonyolítására.